vagyon Németországban egy rendezvény, két srác összefut sörözés közben a pultnál, megnézik egymás tarsolyát, mert hát mind a kettőn van. Steixner? Steixner. Oké, akkor ígyunk egyet. És szerencsére nem kibeszéltek, hanem elkezdtek arról beszélgetni, hogy hát hogy volt. Tehát mind a kettőt én csináltam, és tulajdonképpen ők most már 6 éve barátok. Tehát nagyon izgalmas. 10 éves voltam, amikor Abán, ahová eredendően valósi vagyok, barátok, tanárok összeálltak és megalapították a Sárvíz Művészeti Alapiskolát. És tulajdonképpen nyilván ugye ez köztudott volt a baráti körben, és akkor arra gondoltam, hogy milyen jó, egy kis hobbi, szülők támogattak, és akkor elmentem szakkör jelleggel, bőrművességet, tűznománcot, fafaragást és egyéb népi szakmákat tanulni tulajdonképpen. Amellett én már évek óta citeráztam, nagyapám tanított meg, dél nagyapám kicsi tangoharmonika, tehát megvolt tulajdonképpen a hagyomány tisztelete, a zene, az alkotás szeretete. Bőrrel dolgozunk azoknak a különböző festett, vékonyított, színezett változataival, de én nagyon szeretek egzotikus bőröket használni, például Indonéziából rájabőrt, ez egy csiszolt rája, krokodil, és például egy kígyócska, amiből egy szép övet fogok majd készíteni barátomnak az esküvőjére. Amit most éppen készítek, egy levélmintás pénztárca. Talán azt mondhatom, hogy a specialitásom, amiben a legdúsabb és legbonyolultabb rendszereket is el tudom készíteni, az tulajdonképpen az áttört, poncolt vésett technika, amikor tulajdonképpen a marhabőr felületét első körben valamilyen mintával megvésem, tehát mutathatnám például ezt a pénztárcát is, és utána szintén egy szikével, stabil és ugye erős kéz kell azért hozzá, tulajdonképpen átlyukasztom, áttöröm magát a bőrt. Napi 15-16 órákat alkotunk, sokszor hétvégén is, nyilván a karácsonyi időszakban gyakrabban, vagy többet, de én azt mondanám, hogy szinte ez már állandósult. Igaz, hogy mi tölt fel? Minden. Ha egy mondattal mondanám el, mondhatnám azt, hogy olyan minden tekintetben egy nap, mintha lottóötös lenne, mert nem tudod, hogy mit tudsz kivenni belőle. Érzelmileg, emberileg, megrendelés szempontjából. Motivum hegyeket gyűjtök folyamatosan mindenhonnan. Tulajdonképpen minden tud inspirálni. Sokszor gondolkozom ezen, de ez a mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy nem tudom, hogy azért váltam olyan emberré, amilyen most vagyok, mert az alkotásban próbáltam a lehető legjobb emberré válni, kifinomodni, ugye, és ez alatt mindent, hogy a szervezéstől kezdve akkor arra koncentrálok dolog, és amiatt lettem jobb ember, vagy ugye a családnak köszönhetően próbáltam jó ember lenni, és akkor annak köszönhetően sikerült a, mondjuk így a vállalkozást, az úgymond bőr művességemet egy magasabb szintre emelni.